Sziasztok emberek, üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban a Disintegration című játékról ott szeretném egy kicsit bemutatni nektek, de mivel a szerverek ma későn fognak indulni, és akkor én nem érek rá, ezért csak belenézünk, hogy mégis milyen ez a játék, hogy miről szól, jó? Amit láthatjátok, ugye van egy ilyen, hát egy ilyen bizbasz, ilyen repülő hoover, mondjuk úgy, mint a Destiny-ben, amikor meg tudjátok idézni magatoknak egy ilyen járgányt, illetve ugye van benne egy karakter. Csapatok vannak, ugye ez nyilván multiplayer játék, és nagyon érdekesnek tűnt, mert már az E3-on, a 2019-es E3-on már bemutatták ezt a játékot, hogy mégis hogy néz ki, és én arra felkaptam a fejemet nagyon. Úgyhogy belenézünk, jó? Legalábbis a tréningjébe, és akkor majd lesz róla videó a már normális multiplayer csatáról is. Jó, tehát a játékot 1920x1440-ben játszom, epiken minden, remélem, hogy el fogja vinni normálisan, mindenféle akadás nélkül, jó? De belenézünk a trainingbe, most be fog dobni egy pályát, és kipróbáljuk, hogy mégis mi ez a játék, jó? Hello, and welcome to the Graph Cycle Training Program. Hello. I will be your guide. Okay. Let's start simple. Look up at the red light. Okay. There we go, and down at the red light. Again. You got it. If you'd like to flip those controls, you can access them in the options menu. When you're ready, proceed to the next area. Okay, és akkor tudunk így lebeg, tehát ez ilyen levitál ez a cuccos. Hallottátok ilyen? Kurva jó. És akkor lehet fordulni, aha. Okay. Jó, tehát az irányítás az viszonylag egyszerű, az olyan, mint a Sparrow a Destiny-ből, hogyha esetleg valaki nyomja, vagy tudná ismerni a Destiny-t. Aha, oké, értem. Szóval van, kontrollal le lehet ereszkedni teljesen, shift-tel van egy ilyen emelkedés, és ezen nagyjából ezt a magasságot tudjátok tartani. Viszont amikor feljebb akarok nyomni és folyamatosan nyomom a shiftet, látjátok, elkezd remegni az egész, minden baja van. Szóval arra, hogy ezt így kikerüljük, egy kicsit megemelkedünk és akkor vissza. Itt most nyomom a kontrollt, mint a marha, így elfértünk, oké. Oké, viszonylag egyszerű az irányítás egyébként. Your graph cycle has directional thrusters. You can use boost control to avoid enemy fire. Space-szel dodge-olok, oké. Okay. Oké. Okay. Húha. Oké. Okay. Space-szel dodge-olok. Előre is lehet, hátra, jobbra, balra is lehet. Oké. Okay. Okay. Tehát, amivel vagyunk, most pont azt mondta, hogy ennek a gépnek mindenképpen kell, hogy legyen egy szilárd talaj alatta. Úgy tud csak levitálni, úgymond. Tehát mindenképpen kell a szilárd talaj alá, mert valamiben kell, hogy ez a felhajtó erő ugye felhajtsa ezt az egészet, mert nincsen akkora ereje, hogy ezzel akár lehessen repülni. Ténylegesen repülni, ha bár ez ugye valamilyen szinten az, csak nagyon mindegy. If you find that you need repairs, use your nano emitter. Fire it at the ground and enter the healing field. Oké, oké, oké. Bal egérgomb. Jobb egérgomb. Semmi. Mi van, buzi vagy? Azért ez jó. Igen? Ez mi? Nyomd hosszan a kút, hogy... Igen? Ó, oh, hello. You're doing very well. Köszönöm. Oké. Okay. Igen. F-fel kell szkennelnem, igen. Scan basics. Igen. Igen. Ja, több dolgot kell, aha, értem. Jó. Van még ott. Oké. Shoot that barrel.
Oké, okay. Ez nem is rossz. Jó. Azt a rohadt! Várjál! Igen? Hello? Hol vagy? A kurva érve. Köszönöm. You're now ready to command a friendly unit. Use your command pulse to order your unit to the specified. Tehát ő velünk van. Igen. És meg tudjuk neki mondani, ha csak simán kattintunk, hogy menjen oda. Aha, tehát látjátok, nézzétek? Most én azt arra kattintok, hogy ide kattintok egyet. Hello. Vagy nem? Amerre nézek, arra megy. Nem értem. Mi? Jobb egérgomb. Jobb egérgomb. Jó. Oké. Oké. Okay. Jobb egérgombbal. Oké. Okay. Command units. Tehát, oké, okay, tehát hogyha megnyomjátok a Z-t, akkor vissza tudjátok hívni. Oké. Okay. Értem. Tehát vissza tudom hívni. Igen. Oké, okay, tehát beszkennelem azt, hogy merek-e tovább jutni, oda küldöm a kis katonát, ő kinyitja nekem. Oké. You can also use the command pulse to have your units prioritize targets. Try prioritizing the target dummies using the command pulse. Aha. Rá tudom úszítani. Igen. Micsoda? Press, aha. Oké. Okay. Ott is van egy faszkalap, azt is lőd le. Jetpackos. Én nem tudom most lőni. Na, esküdjed. Oké. Okay. Each unit is equipped with a special ability. Using the unit ability control. Minden egységnek van speciális képessége. Igen, 5. Oké, okay, hát ez most meghalt volna, hogyha eltalálja, de nem találta el. Oké. Okay. Igen. These abilities can be pivotal in a combat situation. You may proceed to the next area. Oké, okay, gyere velem öcsém. Kurva, hogy fut. In order to revive a completely downed unit, you will first need to retrieve their brain can. Got a friendly down. Igen. És ezt hogyan kell? Well done. Oda kell menni hozzá közel, és akkor lehet újraéleszteni. Oké. Every unit in your squad will always fight by your side, but it's the Grav Cycle Pilot's commands that will increase their effectiveness in battle. To pass this test, all enemy combatants must be eliminated. Good luck. Oké. Oké. Okay.
A szar ügy, barátom. Oké. Nano Repair Station, igen. Ott is van Nano Repair Station. Defeat all the enemies. Igen. Oké. Oké. Amúgy nagyon jó az irányítás. Nagyon jó az irányítás. Ide is gyertek ide, mert... ad életet. Oké. During combat, damaged enemies will enter a vulnerable state. It is during this state that they become susceptible to critical damage. Capitalizing on this state can be key when engaging stronger enemy units. Okay. In the case of dropped nanopods, the nanites will heal you and your units upon approach. In addition, nanopods can recharge depleted abilities. Taking advantage of these drops can be the difference between life and death. Kurva jó. Oké. Okay. Szóval, akkor ez lesz a játék. És elvileg a mai naptól már lesz egy stressz teszt, ha jól tudom. Osztanak ki kódokat a játékhoz. Én csak egyet kaptam, sajnos nagyon szívesen adnék másoknak is, hogy tudjunk akár együtt játszani, vagy akár más is ki tudja próbálni. Jelenleg egy kódom van. Erről a játékról még szeretnék videót csinálni. Azt azért hozzátenném, hogy nagyjából úgy képzeljétek el a játékot, amellett, hogy ebbe a lebegő, hát hogy is mondjam nektek, olyan, mint egy Sparrow a Destiny-ből, és nagyjából ugyanaz a kilengése is, meg a mozgása, meg hát igazából a játék stílusa is olyan, tehát ha ebben nem dolgoztak Destiny készítők, akkor semmibe. Szóval nagyon-nagyon hajaz rá. A lényeg az, hogy nekem tetszik a játék, jó az elképzelés, viszont annyit hozzátennék, hogy kicsit úgy képzeljétek el mondjuk ezt, mint hogyha mondjuk egy stratégiai játékkal játszanátok, egy nagyon intenzív stratégiai játékkal, annyi különbséggel, hogy te nem szemlélő vagy, aki felülről irányítja a dolgokat, hanem egy ugyanolyan játékos, mint akiket ott irányítasz, csak annyi különbséggel, hogy te ott, te vagy a góré, és te vagy az, hogy jó, akkor te odamész, te azt, oké, most ezt az ability-t használd, most azt, most amazt. És ez így épül fel ez a játék, nekem nagyon tetszik, mindenképpen játszani fogok vele a multiplayerrel, és nagyon szeretnék csinálni videót a multiplayer módjáról is. Sajnos most csak a training fért bele, mert sajnos nem mennek a szerverek,
De srácokat, tetszett az egész, és szeretnétek, hogy még ilyen videót, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, és legközelebb találkozunk, addig sok lehetek, szevasztok!